Jót tegyetek azokkal. Tényleg rá hagyott egy milliót. Mínusz. Akkor már ketten tartozunk a csoléknak. Hárman. Van jó hír is. Na, sikerült eladni a szerveimet. Nem csak adósságot hagyok rád. Van egy deleg dobogó kőnél, kicsit arrébb. 300 méterrel a föld alatt vannak a dobogókövek. De mik azok a dobogókövek? Én még életemben nem hallottam. Ez egy nagyon híres legenda, baby. Gyógyereink van, rohadt sokat érnek, és nagyon mélyre vannak elásva. Na jó, inkább arról beszélgessünk, hogyan szerzünk pénzt, mert kocsolyok le fogják vágni a faszóinkat. Hú, baszd meg! Mikor lesz meg a lé? Napokon, hónapokon belül. Egyszer láttam főnök belépési jelszavát. Olyan szoftveren dolgoznak most is, amilyen a japánok 4 millió dollárt kínáltak. Nekem van egy tök jó hacker ismerős. Jó, tudom én mit fogunk csinálni. Rafkós kis picsavatta, hallod? Ha gondolod, megszabadítalak ettől a telektől. Van néhány ismerősöm. Parasztok, akiket érdekel. Miféle dolgok azok, hogy a föld alatt kell tárolni? De mi az? Kint, kis traktor, gyerek, vagy micsoda? Na, én nem tudom, öreg. Nekem azok elek kell. Ezzel tartoztam, te bunkó. Valami kislány? Most nem. Fiú? Hát. Azért kavadorhatlan ügyes játékokat feltörni, bankokba behatolni, nem ugyanaz a mi van. Gyerek, ez az. Na, takarod. Mit forgattok? Vizsgafilm. És miről szól? Magyar film. Semmiről. Szotyi,